Sziasztok! Szeretnék egy pár dolgot elmesélni, hogy ebbe az évben mit tervezek, vagy tervezünk. A 24-es évben elég sok minden újdonság lesz, szerintem legalábbis, ami eddig még nem volt. Tervben van ilyen mörcsös termék paletta beállítása. Tárgyalok egy ilyen mörcskészítő feliratozó céggel, ami aránylag közel van hozzám. Ha meg tudunk egyezni, akkor hát elég sok ilyen póló-pulóver minta lesz majd feltéve. De ez szerintem most az első negyed évben meg fog valósulni. Az árakat még nem tudom nyilván, és majd szerintem a Maron weboldalon lesz egy külön link, ami majd átvezet benneteket erre a mörcsös oldalra. Remélem tetszeni fog majd, amit kitaláltam, és majd, hogyha lesznek rendezvények, vagy találkozók, esetleg vagy egy szegedi, vagy debreceni kitelepülésen, akár egy ilyen pólóban is jöhettek majd, vagy egy pulcsiban. Úgyhogy ez az első. A másik, ami egy folyamatos dolog, már biztos tapasztaltátok, hogy egyre több minden van fent a YouTube-os csatornán. Készülök még videókkal mindenféle témakörben, lehet, hogy majd csoportokra bontom, hogy ne ömlesztve legyen, és akkor könnyebben kezelhető lesz az egész, de nyilván nekem erre is még készülnöm kell. Technikailag talán már fel vagyok egy kicsit készülve, úgyhogy már csak időben kell felkészülnöm erre a dologra, de majd jönnek a videók sorban. A Vénusz légcsapós videót már láthattátok. Hasonló stílusban, kicsit lehet, hogy máshogy, vagy nagyobb rutinnak készül a következő, ami folyamatban van már. Mellette találkozhatok a shortokkal, ezek a napi vagy két naponta megjelenő kis rövid információs anyagok. Itt is elég sok pici szösszenet van, folyamatosan fogjátok majd kapni. Ennek egy részét már ugye, aki régebb óta az oldal követi, ismerheti, de úgy gondoltam, hogy akkor előveszük, és majd ki lesz bővítve több érdekes információval. Tervben vannak egyébként ilyen tematikus sorozat videók készítése. Mindenféle érdekességről a rovarfogó növények világából, ami mondjuk nem fér bele egy ilyen short videóba, egy pár perces hosszabb videót szánnék majd neki. Ebből is összeírtam több tizet, úgyhogy remélem, hogy erre is lesz időm, ugye a rendes munka mellett. Amik lesznek ebben az évben úgymond találkozó néven megszervezett kis összeröfenések, ezek jó részt valami botanikus kertbe, vagy fűvészkertbe, esetleg arborétumba lesznek megszervezve. Most február 10-én lesz az Erde fűvészkertben egy orchideás nap, amit az Eszéki Esztike fog vezetni. Ide bárki becsatlakozhat egyébként. Előre kell jelentkezni, regisztrálni, nem tudom mennyi hely van még. Próbáljátok ide bejutni. Nagyon sok érdekes dolgot megtudhatok az orchideákról is. Egyébként ezt tervezeti a rovarfogó növényes gyűjteményt is az ELTE budapesti fűvészkertjében. Azt gondoltam, hogy akkor ott találkoznánk, vagy előtte, vagy utána, vagy közben, és akkor egy kötetlen ilyen tavaszindító beszélgetés lenne bármiről, egyébként bármilyen témában. Aki esetleg akar növényt vásárolni, az ugye a fűvészkertnek a Fitoland helyén nyílt új shopjában tud vásárolni pár növényt, vagy ugye velünk, mint gyűjtőkkel egyeztetve, mi is tudunk vinni növényt esetleg, vagy ültetési kelléket majd erre a találkozóra. Ez február 10-én lesz, de erről még majd értesítünk benneteket. Aztán valamikor május-június körül Debrecenben lesz majd egy ilyen kis kitelepülésünk,
Tavaly már volt egy ilyen májusban, de megpróbáljuk máshogy szervezni az egészet. A másik ilyen kitelepülésünk az a szokásos szegedi lótusznapok, ami július végén lesz. Ez egy szombat-vasárnapi program. Nem teljesen a rovarfogó növények témakörében van egyébként megrendezve ez a rendezvény, hanem ilyen távol-keleti, kicsit ilyen meditáció, tai chi, kung fu, akkor indiai táncos lányok, meg mantra zenék, meg füstölők, meg minden ilyen dolgok vannak, meg ezotéria ez erre. Viszont a fűvészkert minket évről évre szívesen látott kipakolni, a növényekkel, ültetésekkel, és hát ugye osztjuk az igét, többnyire a ragadozó kertes Cupon Bálinttal, vagy Kovács Kálmánnal a cserepes ragadozóktól, úgyhogy így hárman szoktunk lenni. Úgyhogy várunk mindenkit oda szeretettel, nyilván erről a rendezvényről is majd előzetesen mindenkit értesítünk. Aztán majdnem évzáró rendezvény lesz szintén Szegeden, szeptember 15-én a rovarfogó növényes nap, ami egy, azt hiszem, vasárnapi nap lesz megint, újra csak a rovarfogó növényekkel fogunk foglalkozni. Lesznek pici előadások is, mint ahogy tavaly is volt, és akkor ott is kötetlen beszélgetés, növényvásárlás, eláruljuk a praktikákat, a titkokat, úgyhogy mindent meg lehet tudni a növényekről, a tartásokról, és nyilván ugye meg lehet majd nézni a Szegeden általunk berendezett rovarfogó növényes gyűjteményt, amit remélem még idén majd még jobban rendbe fogunk tenni. Most már nagyon elbúrjázott x év alatt. Úgyhogy ezek a vezető rendezvények az idén. Próbálunk mellé szervezni másokat is, hogyha közben jön még valami szabad hétvége, vagy esetleg máshova is hívnak bennünket. Itt Debrecen környékén is indul egy kis úgymond mozgalom. Próbálok majd ott is a botanikus kertbe kapcsolatot találni, valamint Vácszerátót és Gödöllő környékén is megpróbálunk egy picit mozogni az ottani botanikus kertben. Továbbra is a Facebookon ugye megtaláltok bennünket, a weboldalt mindig fejlesztjük, új cikkek jönnek ki, most leginkább barkács témában jött ki pár finomság, amit remélem, hogy olvastok, mondjuk látom, hogy olvastok, mert ugye a statisztikából ez kitűnik, hogy mik a vezető cikkek. Nyilván a florárium építés és a minimocsár kialakításnak van most a nagy futása. Ezek is még majd bővölni fognak, csak ugye idő mindent megcsinálni, de én igyekszek. És akkor még vannak ugye a úgymond maronos kollégák, akiket a csoportban is jól ismertek. Próbálok majd velük is egy ilyen mini interjút összehozni, nyilván arról, hogy kezdték el, milyen tartási körülményeik vannak most otthon, mit hogy alakítottak ki, mit hogy oldottak meg, esetleg technikailag, hogy náluk mi működik. Ezt szeretnék majd bemutatni, remélem, hogy többen erre kaphatók lesznek. Mondjuk még csak egy valakinek szóltam, ő azt mondta, hogy oké, rendben van, de nyilván majd többieket is privátban meg fogom keresni, remélem, hogy ebből is lesz majd valami. Ja igen, lesz az idén itt a környékünkön nemzetközi rovarfogó növényes konferencia, ugye Bécsben lesz. Nem tudom, hogy erre akar-e majd valaki menni, vagy mi megyünk-e. Hát jó lenne, de nyilván itt egy csomó előadás lesz, ami angol nyelven folyik, valakinek az annyira nem izgalmas. Most azt nem tudom, hogy lesz-e növényvásár, növénybemutatók biztos, hogy lesznek. Mondjuk lehet, hogy egy napot érdemes oda kimenni, és akkor majd lehet, hogy vagy egy lájót, vagy egy ilyen mini videót csinálunk majd belőle. Szeretnénk még túrázni az idén, ugyanúgy, mint eddig. Sajnos tavaly kevés helyre jutottam el, de idénre be van tervezve, le van egyeztetve a külföldi kollégával, ugye Adriánnal,
akit már szerintem ismertek is a csoportból, ő a román rovarfogó növényes csoportnak a feje, elnöke. Nem tudom, hogy hogy nevezzük. Ő igazgatja azt a csoportot, nyilván besegítettem neki az elején, és vele szoktunk menni túrázni, lehet, hogy már videóban láttátok is, és idén is lesznek új túrák. Hát általában a mocsarak, vagy a hegyekbe, ugye a hízókák élőhelyét nézzük meg. Több ilyen hely is be van tervezve, és erről ugye készítenék videókat, ugyanúgy, mint eddig, de lehet, hogy kicsit más formában, majd meglátjuk, hogy hogy jön össze technikailag. Ami még lesz, ja tényleg, Novák Ricsi kollégánk, aki a Büki Nemzeti Parknál dolgozott régebben, ő beígért nekünk egy úgymond szakvezetéses túrát a Siroki Nyírjes tóhoz. Egyeztet a Nemzeti Parknál maradt kollégákkal, hogy ezt, hogy miként tudjuk megtenni. Nyilván arról is szeretnénk egy pici videót majd forgatni. A Ricsi elmondana mindenféle okosságot, mivel annak idején ő tartotta ott a szakvezetést, és tudja a terület mindenféle jellemzőjét, hogy alakult ki, miért alakult ki, milyen a maga a helynek az adottsága. Úgyhogy ezt majd még szeretnénk idén megcsinálni. Annyi terv van, hogy az idő lehet, hogy kevés lesz mindenhez, de próbáljuk belesűríteni ezeket a dolgokat. Bárkinek van kedve csatlakozni akár túrához, akár ilyen kis videókészítéses szösszenethez, az jelentkezhet nálam a privát üzenetbe, esetleg a Maron Facebook oldalon keresztül, e-mail címen keresztül, vagy a Facebook oldal vagy csoporton keresztül engem nyugodtan megkereshet. Hát, ha tudunk valamit összehozni, és mindenféle segítséget szívesen veszünk. Szóval nagyjából ennyi lenne erre az évre, hát még nagyon az elején vagyunk. A tematikus növénybemutatós videókat én úgy tervezem, hogy minden hónapban kijönne egy. Most ugye január 1-én jött ki a Vénusz légycsapós, február 1-jel tervezem a következőt, amit most még nem mondok el, hogy melyik növénycsaládról lesz szó. Már gyűjtöm hozzá az anyagot, meg van írva maga a szövegrésze, úgyhogy remélem, hogy addig meg tudom csinálni még itt 10-11 nap alatt a videó részét is, úgyhogy szurkoljatok, hogy legyen időm, meg energiám, meg ne betegedjek le. És ha valaki beteg, annak gyógyulást kívánok innen is. Na, szóval ez ennyiről szólt volna most. Köszönöm, hogy megnéztetek. Ja, iratkozzatok fel a csatornára, a YouTube-os csatornára, szívesen vesszük. Igaz, hogy még nem keresünk belőle pénzt, semmi ilyenről nincs szó, csak szeretnénk, hogyha bővülne a csapat, szeretnénk visszajelzést, és egyébként, hogy melyik videók tetszenek, milyen dolgokat szeretnétek még látni, mit gondoltok esetleg másképp a videókról, aztán vagy megfogadom, vagy nem. Úgyhogy köszi szépen, sziasztok!